rövid az élet, elmúlik végleg, gyönyörű évek, talán megérte, valahogy így van ez, de már nem érdekes, mikor a nóta szól, gyere velem. Valahogy így van ez, de már nem érdekes, mikor a nóta szól, gyere velem. Igen, azt hittem én, hogy a jólét minden pénzt megér. Csak később jöttem rá valóban, trójai volt abban a faluban. Örömhegyek és a szexi dombok, ezek voltak a legnagyobb gondok. Jöttem, mentem, tettem a dolgom, a földön jártam, nem pedig a holdon. Eszembe jut, mint gyermek voltam, azt hittem én, hogy ez csak egy játék. Felnőttem, de mégse lett másképp. Matchboxomnak volt kerekét, már felváltotta a pókergép. Jött a bónusz, aztán a padló, ember vagyok, mint pedig gyarló. Rövid az élet, elmúlik végleg, gyönyörű évek, talán megérte, valahogy így van ez, de már nem érdekes, mikor a nóta szól, gyere velem. Valahogy így van ez, de már nem érdekes, mikor a nóta szól, gyere velem. Nem, 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 nem. Ebben a helyzetben, mikor már egy kicsit felhajtottunk a garatra mindannyian, hát mit lehet mondani? Nem mondok én hazafias verset, nem mondok én székely verset, hanem mondok egy szép szerelmes verset, mert mindannyian szerelmesek vagyunk, így igaz? Legalábbis én állandóan. Na, hát tehát elmondok egy Hertai Jenő verset, amelynek a címe Szerelmi vallomás. Mi egymást meg nem értjük. Nagyon sajnálom, asszonyom, ha nem kellek szeretőnek, egyébre nem vállalkozom. Például arra, amit oly gyakorta szónoki hévvel mond kegyet, hogy meggyötölt szegény lelkének legjobb barátja én legyek. Legjobb barát, barát, szavamra méltó egy hivatal, de nem vagyok hozzá elég vén. S ön aggasztóan fiatal.
Ön csupa élet, csupa illat, vakit, lángol, ragyog. Hát hogy ne szomjazzam csókjára, én, aki angyal nem vagyok. Hisz oly kevés, amit kérek, ha osztozkodni restel is. Legyen a tisztelt lelke másé, nekem elég a teste is. Legyen lelkének egy jó barátja, akivel csevegni élvezett. De ez az őrült, ez a bamba, ez a barát, ne én legyek. Legyen az övé minden dicsőség. Az enyém csak az, ami tény. Ő oldja meg a problémákat, a ruháját azt majd megoldom én. Hogy ez a hang szokatlan önnek, kétségbe kérem, nem vonom, de annak, hogy megértsük egymást, csak egy módja van, asszonyom. Adjon a sors, mely egy tenyérből jót is, rosszat is osztogat. Rosszabb erkölcsöket önnek, majd nekem adjon jobbakat. A Huszár Borház egyik különleges vendége Publik Antal, akitől egy gyönyörű verset hallhattunk. Milyen apropója volt ennek a versnek? Ennek az egyedüli apropója az tulajdonképpen, hogy a mulatozó közönséget még egy kicsit mullattassam, mert nem mondtam se hazafias verset, sem trianoni témájú verset, sem... hanem egy szerelmes verset mondtam, hogy mindenkinek tetszek, mert ugye mindannyian szerelmesek vagyunk, még én is, aki alig vagyok 77 éves. És erről azt tudjuk, hogy kettős állampolgár, svéd és magyar. Mitől svéd? Hát svéd azért, mert 88-tól Svédországban élek. Nem volt nehéz kimenni, mivel egy családegyeztetés alapján mentem ki, de nehéz volt ott élni, és azért iparkodtam, ahogy nyugdíjba kerültem, visszajönni Magyarországra, és vettem egy lakást Szegeden, ahol élek, és mindent elkövetek három cél érdekében. Az egyik a székely autonómia létrehozása, ahol tulajdonképpen az Európai Polgári Kezdeményező Bizottságnak tagja vagyok, a másik meg Horthy Miklós igazi énjének a bemutatása a magyar embereknek, hogy ne azt mondják tévesen, hogy Horthy Miklós egy antiszemita volt, hanem azt mondják, hogy Horthy Miklós a 20. század legnagyobb magyarja volt, és ha nem lett volna Horthy Miklós, ma nem beszélnénk itt magyarul. És a harmadik, ami talán a legnehezebb, hogy a magyar emberek szívébe visszalopjam a vers szeretetét. Ezért rendelkezésére állok minden egyes alkalommal, ahol elmondhatom a magyar verseket, hogy a magyar emberek szeressék meg ismét a verseket. A Radics Sándor előadó művész cimbalom, meg Béla barátunk, tesónk, az is... imádattal szeretnek itt a pincefaluba lenni, és alig várják, hogy valamit a kedvünkre húzzanak. Velünk tartunk, ne menjetek el. Nótázunk egyet, jó?